Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Tanárokat köszöntötték, tudást adnak és példát mutatnak. Halálra gázolták gyalogosan, bíróság elé került a súlyos baleset. Változások a szálláshely minősítésben, az önkormányzat segítséget nyújt a vállalkozóknak. Elfogták a tolvajokat, minden mozdíthatót elvittek a rablók. A megye több iskolájában is köszöntötték pénteken a pedagógusokat. A szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskolában a gyerekek meglepetés műsorral készültek tanáraiknak, sőt az iskola előtt még színes rajzokkal is díszítették a bejáratig vezető utat. A bátaszéki II. Géza gimnáziumban a hagyományokhoz hűen a polgármester méltatta az intézmény tanárait, megköszönve nekik egész éves munkájukat. Ebben az általános iskolában zenés műsorral is készültek a gyerekek pedagógus nap alkalmából tanáraiknak. Magyarországon 1952. június 7-én, 8-án ünnepelték először ezt a napot, és akkoriban ez alkalommal adták át a parlamentben a kiváló tanár, kiváló tanító kitüntetéseket. Manapság inkább csak az iskolákban köszöntik a diákok nevelőiket, tanáraikat, versekkel, virágokkal kedveskednek nekik, megköszönve egész évi munkájukat. A szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskolában idén rendhagyó módon köszöntötték a diákok tanáraikat. Nekem Dori néni, az osztályfőnököm, a kedvenc tanárom, mert úgy magyarázza el a feladatokat, hogy értsem, és háziból se ad olyan sokat. Janó Vandának is van kedvenc tanítónénie, mégpedig Margaréta néni. Mivel mindig segít, hogyha valahol elakadok, ő tartja nekünk a drámát, és már voltam vele táborban. A szülőknek köszönhetően emlékezetesen sikerült az idei pedagógus nap, hiszen a zenés műsoron, a versmondáson és a virágokon túl különleges meglepetéssel is készültek a gyerekek. És a külön meglepi most az volt, hogy tegnap délután már szülőkkel és a gyerekekkel, körülbelül 30-40 fő, az iskola előtti járdaszakaszt, illetve az iskola körüli járdaszakaszt rajzoltuk tele virágokkal, szívecskékkel, a tanáraink neveivel, hogy amikor reggel jönnek az iskolába, akkor lássák, hogy itt valami különleges dolog lesz, és hogy ez róluk fog szólni. A gyerekek szívesen vettek részt az előkészületekben, ötleteikkel hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nap igazán felejthetetlen legyen tanáraik számára. Nagyon nagy meglepetés volt számunkra. Már kora reggel, amikor bejöttem az iskolába, a rajzok fogadtak az utcán, és kerestem, meghatódottan kerestem a nevemet, hogy fönt vagyok-e az aszfaltra rajzolva, és minden pedagógus nevét megtaláltuk, és utána pedig jött egy nagy ünnepség, amire nem is számítottunk, nem is gondoltuk, hogy a kedves szülők megemlékeznek erről a napról még, és a pedagógus napot így számon tartják. Igen, hát nem könnyű az a feladat, meg az a hivatás, amit mi csinálunk. A bátaszéki II. Géza gimnáziumban Bozsolik Róbert polgármester köszönte meg az iskola pedagógusainak az elhivatott munkát, hozzátéve tudja, milyen felelősségteljes feladatot látnak el pályájuk során. A pedagógiai munka az nagyon összetett. Ez nem csak az órák megtartásából áll, hanem egy nagyon komoly nevelő tevékenység is van mögötte, és ebben a nevelő tevékenységben benne van a mi teljes életünk és a teljes egyéniségünk is. Ez a nap a diákoknak is ünnep, hiszen ilyenkor a tanárok engedékenyebbek velük szemben, ilyenkor nincs felelés és nincs dolgozatírás sem. Péntek délelőtt egy betonkeverő teherautó borult fel Szekszárdon a Palánki körforgalomban. A baleset miatt hatalmas torlódás alakult ki az útszakaszon, majd a műszaki mentés idejére teljes útzárat rendeltek el a rendőrök. A mentés a késő délutáni órákra véget ért, a baleset körülményeit vizsgálják. Halálra gázoltak egy gyalogost Nagydorog közelében. Az eset nem most történt, az első bírósági tárgyalást viszont most tartották meg. Egy 68 éves helyi nő volt az áldozat. Az éjszaka közepén, ezen a forgalmas útszakaszon, Nagydorog külterületén gázolták halálra az idős nőt. A sofőr meg sem állt a baleset után, tovább hajtott. Az ügyész most a tárgyalóteremben olvasta fel a brutális baleset részleteit. Én sértett fején és bal felső végtagján a járműve kerekével áthaladt, majd a helyszínt elhagyta.
A bíróság elé most egy szintén idős nő és egy férfi állt. A tettüket nem ismerték el. Azt mondták, csak a következő tárgyaláson tesznek vallomást, ami várhatóan szeptemberben lesz majd. Az Európai Unió tanácsa elfogadta a 6. a gazdasági társaságokat és egyéneket büntető intézkedések alá helyező, olajembargót is magába foglaló szankciós csomagot Oroszországgal és Fehér-Oroszországgal szemben, tekintettel arra, hogy Oroszország továbbra is folytatja az Ukrajna elleni agressziót, közölte az uniós tanács pénteken. Az Európai Unió 6. szankciós csomagja egyebek mellett megtiltja a nyersolaj és egyes kőolaj termékek behozatalát Oroszországból az EU-ba, de átmeneti kivételt biztosít a csővezetéken érkező kőolaj esetében azoknak az uniós tagállamoknak, amelyek földrajzi helyzetük miatt nem rendelkeznek más lehetőségekkel. Minden szálláshely szolgáltatónak minősítetnie kell a szálláshelyét, mindegy, hogy egy panziót, hotelt vagy vendégházat üzemeltet, hiszen hamarosan már csak így fogadhatnak fizető vendégeket. A jogszabályok változásairól Kilián Máté, a szekszárdi polgármesteri hivatal kommunikációs referense tartott tájékoztatót. A térségben sokan élnek a falusi turizmus adta lehetőségekkel, így fontos, hogy mindenki értesüljön a változásokról. Kilián Máté, Szekszárd megyei jogú város polgármester hivatalának kommunikációs referense sajtótájékoztatót tartott a szálláshelyeket érintő jogszabályi változásokról, amikben elmondta, hogy minden tulajdonosnak egy központi adatbázisban is szerepelnie kell. A rendszerben eddig csak a szálloda és panzió tulajdonosoknak volt kötelező regisztrálni 2021. december 31-éig. Hát egy olyan változásra szeretnénk felhívni a szekszárdi szálláshely, vagy a Szekszárdon működő szálláshely szolgáltatóknak a figyelmét, ami a korábbiakban megszokottaktól egy kicsit némileg eltérő. Ez azt jelenti, hogy minden szálláshely szolgáltatónak a legkisebbtől a legnagyobbig a következő időszakban minősítetnie kell a szálláshelyét. Hozzátette, a már megszerzett védjegyek érvényessége nem változik. Az első minősítésnek nem lesz költsége, ennek tanúsítványa 3 évre fog szólni. Azoknak, akik 2022. január 1-e után kezdtek ebbe a tevékenységbe, nekik különösebb dolguk nincsen, hiszen ők máshogy már nem is tudták elkezdeni a tevékenységüket. Azok viszont, akik 2022. január 1-e előtt is végeztek ilyen tevékenységet, őnekik különböző határidők vannak. Ugye a szállodáknak és a panzióknak, tehát a legnagyobbaknak már lejárt ez a határidő. A kemping, üdülőháztelep és közösségi szálláshely tulajdonosoknak 2022. június 30-áig, a magán és egyéb szálláshelyekkel rendelkezőknek pedig 2023. január 1-ig van határidejük regisztrálni magukat a rendszerbe. Az előrejelzések szerint a hétvégén az időjárás is kedvez a strandszezon megkezdéséhez, így a szekszárdi családbarát strand és élményfürdő is megnyitja kapuit a fürdőzni vágyók előtt. Június 4-én szombaton az úszókat reggel 6, míg a strandolókat délelőtt 9 órától várják a létesítményben. Nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek, a háború elől menekülő családok és fiatal tehetségek nyári táboroztatására indít gyűjtést a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Minden évben meghirdetik a Legyen mosoly minden hátizsákban című tematikus adománygyűjtésüket, amelynek köszönhetően már több száz gyermeknek nyújthattak életre szóló élményeket. A szeretett szolgálat idei tervei között 3 napközis tábor szerepel rászoruló családok gyermekeinek, valamint szeptemberben menekült családoknak szerveznek egyhetes készségfejlesztő tábort. A háború elől elmenekült gyermekeknek és szüleiknek szakemberek tartanak majd foglalkozásokat az átélt traumák feldolgozására és készségeik fejlesztésére. Továbbá gazdag, szabadidős programkínálat, filmezés, strandolás, közös kirándulás is segíti a családok kikapcsolódását. A táborozás költségeire júniusban és júliusban országos adománygyűjtést hirdet a Magyar Református Szeretett Szolgálat, hogy minél több gyermeknek tudják biztosítani a nyári kikapcsolódást. A Tolna megyei rendőrség elfogta azt a faddi testvérpárt, akik az elmúlt időszakban több nyaralóba is betörtek, és nagyértékű használati tárgyakat vittek el azokból. A két férfi autóalkatrészek lopásával is foglalkozott, de egy robogó eltulajdonításáért is felelniük kell. Ezeket az ellopott eszközöket foglalta le a Tolna megyei rendőrség.
Hónapokon keresztül fosztogatott tanyákat és nyaralókat a két férfi, de feljelentés csak januárban érkezett ez ügyben Domboriból. Debreceni név Farkas Edit a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferens elmondta. Több tolnai tanyába is betörtek az ismeretlenek, akik szinte minden mozdítható eszközt magukkal vittek. Kihallgatásuk során a hét rendbeli bűncselekményben részben beismerő vallomást tettek, majd a paksi kollégák után a tolnai rendőrök ismét gyanúsítottként hallgatták ki őket folytatólagosan. Újabb négy rendbeli bűncselekményt róttak a terhükre, ezügyben is beismerő vallomást tettek. Hozzátette, a házkutatás során egy robogó és számos autóalkatrész is előkerült, melyek utcán parkoló autókról tűnhettek el. A tolnai rendőrök most őrizetbe vették a testvérpárt, az elmúlt hónapokban elkövetett bűncselekményekből származó nagy mennyiségű tárgyat foglaltak le a két fadilag címükön. Az őrizetbe vétel mellett előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. A két férfi több mint 2,5 millió forint értékben lopott el használati eszközöket, az eljárás során szabadlábon védekezhetnek. Másképpen járnak majd a buszok és a vonatok a pünkösdi hosszú hétvégén. A vonatok vasárnap az ünnepnapi, hétfőn a vasárnapi, kedden pedig már a munkanapi menetrend szerint járnak. A volánbusz járatai június 5-én pünkösd vasárnap a munkaszüneti napon, június 6-án pünkösd hétfőn a hét első iskolai előadási napját és munkanapját megelőző munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint indulnak. Június 7-én kedden a hét első iskolai és munkanapja szerinti menetrend lesz érvényben. A Technológiai és Ipari Minisztérium döntése szerint a pünkösd vasárnapra eső június 5-e helyett június 8-án éjfélig érvényesek a május havi és második félhavi bérletek a MÁV Volán csoportjáratai. Megkezdődött a szekszárdi pünkösdi hal és vadünnep négynapos rendezvény sorozata. A színes kavalkád első programjaként a Vármegyeházán nyílt meg a Retkes Tamás természetfotós kiállítása, mely a gemenc állatvilágában nyújt betekintést. Kikapcsolódni megyek oda, tehát kiszakadni ebből a nyüzsgésből, a városból, a mindennapokból. Retkes Tamás, amikor nem a természetet járja, a Vosinszky-Mon megyei múzeum fotósaként éli mindennapjait, de amint az ideje engedi, beöltözik és 10-15 kilométer gyaloggal a gemenci erdőben, egy megszokott útvonalon, hogy témát találjon. Bármit fotózok, a természetességet akarom visszaadni, és ez nem csak a természetben igaz. Akár egy esküvőn, ha fotózok, akár egy tárgyfoto, egy reklámfoto, egy műtárgy, nem szeretek bele nyúlni a képekbe, azt úgy akarom visszaadni, ahogy azt én ott látom. Gemenc egy olyan vidék, mondja Retkes Tamás, mely minden természetfotó számára megfelelő terep lehet. Van, aki kilométereket képes utazni azért, hogy számára megfelelő képet csináljon. Nekem, mondja, ez az erdő megad mindent, amire vágyom ebben a témában. Retkes Tamás a kiállításra 2019 óta eltelt idő képeiből válogatott, és végül is 36 kép került a falakra. A szokásoknak megfelelően a tárlatanyaga a kiállítás bezártával szétosztásra kerül, és a továbbiakban óvodákat és orvosi rendelőket díszít majd. A gemenci vadvilágot bemutató kiállítás június 8-áig tekinthető meg a szekszárdi vármegyeházán. Regionális híreink következnek. Beismerte tettét, előzetesbe került a komlói csecsemőgyilkos. Lelki, anyagi és jogi segítséget is nyújtanak, Siófokon nyílt meg a megye első áldozatsegítő központja. Béke, összetartozás, szabadság, Böjte Csaba tartott előadást Pécsen a civil egyesületnél. Vízbe folytotta csecsemőjét, ezt beismerte az a komlói nő, akinek fogvatartásáról a pécsi járásbíróságon döntöttek csütörtökön. Az nem derült ki, hogy miért tette ezt, jelenleg nyomoznak az ügyben a baranyai rendőrök. A bíróság a várható súlyos, akár életfogytig tartó ítéletre előzetes letartóztatásba helyezte a vádlottat. Azonban figyelembe vették a nő pszichés állapotát. Megtörténült a padon a pécsi járásbíróságon az a komlói nő, akit 2 hónapos csecsemőjének megörésével vádolnak. Kicsit később gyógyszert hoztak neki, valószínűleg nyugtatót. A rendőr a mosdóba kísérte vízért a vádlottat. Csütörtökön arról döntött a bíró, hogy előzetes letartóztatásba helyezik-e a gyilkost. Erkölcsileg mélyen elítélendő, jelentős tárgyi súlyú, akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is fenyegetett cselekmény róható a gyanúsított terhére, így
így a várható büntetés nagyságára tekintettel alappal lehet következtetni arra, hogy szabadlábú hagyása esetén megszökne, illetőleg elrejtőzne. A bíróság a gyanúsított letartóztatását a pszichés állapotára figyelemmel az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben rendelte végrehajtani. Az első döntés szerint egy hónapra kerül a rácsok mögé a nő. Ez később meghosszabbítható. Beismerte a bűncselekmény elkövetését. Ezt már a megyei főügyészség szóvivő helyettese mondta a nő kihallgatásáról. Azt nem árulták el, mit mondott, miért ölte meg a gyermekét. Az ügyészség indítványozta a letartóztatását a nyomozás idejére is. Rendőrfőkapitányság folytat nyomozást 14. életévétben nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés büntette miatt. A nyomozás során sor került a gyanúsított kihallgatására, akinek letartóztatását indítványozta a Baranya megyei főügyészség a tegnapi napon. A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított május 30-án, vagyis hétfőn, 17 óra 30 perc előtti időszakban a lakóhelyéül szolgáló családi ház alaksori fürdőszobájában fürdőkádba folytatta két hónapos gyermekét. A gyanúsítottal szemben fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, ezért a bíróság letartóztatását rendelte el. Somogy megyében elsőként Siófokon a rendőrkapitányságon nyílt áldozatsegítőpont, ahol a vagyon és személy ellenes bűncselekmények elszenvedőinek nyújtanak segítséget. A rendőrség, az igazságügyi minisztérium és a kormányhivatal közös projektjéhez számos civil szervezet kapcsolódott. Somogy megyében az áldozatokkal való foglalkozás már eddig is kiemelt feladat volt, fogalmazott köszöntőjében a megyei rendőrfőkapitány. Molnár Gábor hozzátette, aki a rendőrségre érkezik valamilyen panasszal, bejelentéssel, az kiszolgáltatott ember, és nem csak a jogszabályok, de a humánum értelmében is segítőkezet kell neki nyújtani. A közbiztonságérzet, ami egy nagyon nehezen megfogható dolog, az igazán akkor nő, hogyha vele úgy bánnak, ahogy megérdemli, hogy egy sértettel bánni kell. Azt gondoljuk, hogy csak a erőszakos bűncselekmény áldozata sérül, ez óriási tévedés. Aki volt vagyonelleni bűncselekmény áldozata, mondjuk egy betöréses lopás áldozat, azt tudja, hogy óriási lelki traumát jelent egy családnak, hogy a privát szférájába beléptek, és ennek a feldolgozása bizony nem könnyű. Az áldozatok pszichológiai, anyagi és jogi segítséget is kapnak, hiszen a trauma feldolgozása egy hosszú folyamat. Ez az új szemlélet, amit bevezetett a kormány és az igazságminisztérium, ez az áldozatot próbálja mentesíteni azoktól a traumától, azoktól a fájdalmaktól, amit neki egy ilyen eljárás jelent. Megpróbál mellé állni az állam, az áldozat segítő központ, és természetesen a civilek, mert itt nagyon sok civilnek van szerepe ebben a munkában. Bár az elmúlt években jelentősen csökkent a bűncselekmények száma Magyarországon, ugyanakkor az áldozatsegítő központokban megjelent emberek száma emelkedett. Ez is azt mutatja, emelték ki a szakemberek, hogy szükség van ezekre a központokra. Az országban jelenleg 10 áldozatvédelmi központ és a Siófokival együtt már 3 áldozatvédelmi pont nyílt országosan. A cél az, hogy 2025-ig minden megyeszékhelyen működjön legalább egy áldozatvédelmi központ. Jelzőlámpa segíti majd a közlekedést a nyugati elkerülő úton Pécset. A bevásárló központ kereszteződésénél így várhatóan megszűnnek a súlyos balesetek. A fejlesztési munkák elkezdődtek, a szakemberek júliusra ígérik az üzembe helyezést. Elkezdték a munkálatokat a Pécset nyugatról elkerülő utat a kertvárosi bevásárlóközponthoz vezető úttal összekötő csomópontban. Az elmúlt 4 évben 18 személyisérüléssel járó baleset történt ebben a kereszteződésben, 2 ebből halálos kimenetelű volt. A balesetek többségét elsőbség megnemadás okozta. Tettünk beavatkozásokat, tehát sebességkorlátozást vezettünk be 70 km/h, sárga hátterű veszélyt jelző táblával jelöltük a csomópont veszélyességét, de sajnos nem javult a forgalombiztonsági helyzete. A Magyar Közút ZRT szakemberének döntése és az országos fejlesztési keretből történt lehívás együttesen adták azt a lehetőséget, hogy a közlekedési lámpákat kihelyezzék ide, tette hozzá Borbás László. Így várható, hogy a csomópont az országos baleseti listán a 3. helyről jóval kedvezőbb besorolásba kerül. Az autósok és motorosok biztonságosabban tudnak közlekedni.
A rendőrség is ezekre a veszélyekre hívja fel a figyelmet. Arra kérjük a közlekedőket, hogy az útkereszteződéseket fokozott figyelemmel közelítsék meg, és biztosítsanak elsőbséget a védett úton haladó járművek számára. Fokozott figyelmet kell fordítani a gyalogosokra is, hiszen ők a legvételenebb közlekedők. A munkálatok a kereszteződésben várhatóan július végéig tartanak, így még 2 hónapig kell lassítani és vigyázni az úton és az út mellett dolgozókra. Béke, összetartozás, szabadság, ezekről az értékekről beszélt Böjte Csaba a pécsieknek. A ferences szerzetes már többször is járt a Baranyai megyeszékhelyen, most az Összefogás Pécsért Egyesület meghívására érkezett. A szervezet ugyanis idén ünnepli alapításának 20. évfordulóját. Böjte Csaba tartott előadást a pécsieknek. Az erdélyi ferences szerzetes a békéről mesélt a közönségnek. Csaba testvér számos történetet elmondott, melyek a szabadságról, az összetartozásról és a megbocsátásról szólnak. Mindannyiunkat foglalkoztat ez az ukrán háború, és igazából a békéről szeretnék egy pár gondolatot elmondani, mert úgy érzem, hogy nem csak fegyverekkel lehet háborúzni, hanem sajnos sokan szivakodnak, veszekednek, sokszor még saját magunkkal szembe is háborút folytatunk, úgyhogy jó lenne az áldott béke, mint nagy folyó, hát erre a világra borulnám. A szerzetes egyébként az Összefogás Pécsért Egyesület szervezésében érkezett a Baranyai megyeszékhelyre. A szervezet ugyanis most ünnepli alapításának 20. évfordulóját. Annak idején nem véletlenül választották ezt a nevet, mondta stábunknak Kővári János elnök. Szeretnénk, hogyha az emberek között hidak jönnének létre, több generáción keresztül is, és persze mindenféle gondolkodású ember között. És hát úgy gondoltuk, hogy erre a legalkalmasabb a Böjte atya, akivel a 20 éves szülinapunkat meg tudjuk ünnepelni, hiszen ő tényleg ilyen ember, aki hidat épít gyakorlatilag mindannyiunk között, az ő derűjével és állandó optimizmusával. Bár az elmúlt 2 évtizedben több változáson is átesett az Egyesület, céljuk továbbra is a pécsiek, a civilek támogatása. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Tanárokat köszöntötték, tudást adnak és példát mutatnak. Halálra gázolták gyalogosan, bíróság elé került a súlyos baleset. Változások a szálláshely minősítésben, az önkormányzat segítséget nyújt a vállalkozóknak. Elfogták a tolvajokat, minden mozdíthatót elvittek a rablók. Szombaton egész nap napsütésre lehet számítani, számottevő csapadék nélkül. Éjszaka többnyire csillagfényes idő várható. Vasárnap túlnyomó részt napos időre készülhetünk, napközben csapadékra nem kell számítani, de az éjszaka folyamán előfordulhat záporeső, zivatar. Hétfőn, kedden változóan felhős, napos, csapadékmentes meleg nyári időben bízhatunk gyenge északkeleti széllel. Friss hírekkel legközelebb kedd este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!